A Szent Korona történelmi közelmúltunkban is nemzetünkkel osztozott a megpróbáltatásokban. A kiegyezés utáni békeévek az utolsó királyi korszaka a háború felé sodródó Magyarországnak. A korszak jellegzetes történelmi pillanatának tekinthetjük a trónörökös visszatérési kísérleteit, mint utolsó esélyét a királysági államforma megjelenésének. A Szent Korona útjának egyik legviharosabb időszaka csak ezután jött el, a II. Világháború utolsó szakaszában. Ez volt egyben több évtizedes amerikai tartózkodásának előestéje. Története valóban kalandos, és önmagában is megszemélyesítő erejű. Mai adásunkban tehát a Szent Korona modernkori történelmével foglalkozunk. Nagyjából az 1848-as szabadságharcnál kezdünk. Jó estét kívánok a Nemzeti Nagyvizit nézőinek, Kásler Miklós professzorral közös vendégünk, Földessy Margit történész, a Nemzeti Nagyvizit egyik ötletgazdája és állandó szakértője. Hol is kezdjük 48-nál? Talán nem érdemes rögtön 48-ban, hanem inkább 49-ben? Nem, érdemes 48-ban. No, 1848. december 30-án az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az elnöke, Kossuth Lajos kiadta az utasítást, hogy a koronát azt el kell szállítani Pestről, Budáról, mert itt veszélyben van. Ezt meg is teszik, és ugye ahova áttették a székhelyüket Debrecenbe viszik a Szent Koronát, mert maga ez az út is nagyon izgalmas, ugye vonaton viszik Szolnokig, és utána pedig egy szekéren. Meg is érkeznek Debrecenbe, ahol a városházán egy ott kialakított helyiségben helyezik biztonságba. Aztán változik a hadi helyzet, és visszahozzák a koronát Pestre. És Pesten Szemere Bertalan, aki belügyminiszter volt, majd miniszterelnök lett, ő rá lett bízva a korona sorsa. És ő pedig úgy gondolta, hogy valamilyen módon kimenekíti az országból. Elindul vele, Aradot, Nagyváradot érinti, és elér Orsovához, ahol úgy gondolják a társaival, mert több társa is volt, hogy betérnek a Fehér Bárányhoz elnevezésű fogadóba, és ott a Fehér Bárányban dugták össze a fejüket, hogy mit csináljanak a koronával. Amikor kiértek ebből a fogadóból, akkor ott, ahogy kiléptek, ott volt egy gyönyörű, nagy, hatalmas sudárfa. És úgy vélték, hogyha ennek a fának a tövében, ennek a fának az oltalmában ássák el a koronát, akkor itt biztonságban lesz. Ezt meg is csinálták, készítettek egy térképet róla, és a fát is megjelölték. És itt elásták a Szent Koronát és a hozzátartozó ugye, ékességeket, drágaságokat, a palástot is belevéve. Mindezt tették 1849. augusztus 15-én, ami azért érdekes, mert ezen a napon ajánlotta fel ugye, Mária országának István a magyar királyságot. Na most... Abban a pillanatban, ahogy elrejtették a koronát, az osztrák rendőrség felállított egy bizottságot, aminek az volt a célja, hogy a Szent Koronát mindenképpen meg kell találni. Na most 4 év kemény munka és árulás következtében ez 1853. szeptember 8-án sikerült nekik, akkor kiásták az elrejtett kincseket, és hát voltak kisebb-nagyobb viszontagságai a koronának, egy enyhe sérülése, de a legnagyobb sérülést a palást szenvedte el. A Szent Korona és a jogarker került elő tulajdonképpen teljesen éppen a ládából, a palást nagyon jelentősen átnedvesedett, és a zokni és a lágy anyagokból készült kiegészítő kellékek, harisnya, alsó nemük, azok szétmálottak. Ez a Duna ártere volt egyébként? Ez a Duna ártere volt közvetlenül a magyar határ mellett, és tulajdonképpen az az
eszeveszett keresés, ami a Szent Korona után indult, illetve Szemerének az eljárása, aki a koronát szinte magával vitte, mert miután a dicsőséges tavaszi hadjárat után kiszorították az osztrákokat magyar területről, Szemere magához vette Kossuth engedélyével a koronát, vitte magával Szegedre, Szegeden a saját szobájába tartotta, utána vitte magával Nagyváradra, utána vitte magával Aradra. És amikor ment a csatatére Görgei táborába, akkor átmenetileg Nagyváradon is őrizték a koronát, de végül is Szemere még fel is próbálta a saját fejére, és megbizonyosodott arról, hogy a korona nem viseletre szolgál. Alkotmányjogilag ez úgy nézett ki, hogy mivel Ferenc József, tehát nem halt meg 5. Ferdinánd, és ez a Habsburg familián belüli hatalomosztozkodás része volt, hogy a kicsi gyenge képességű 5. Ferdinándtól a fiatal 18 éves Ferenc Józsefre ruházták át a császári és a királyi méltóságot. Ő viszont nem volt hajlandó letenni a magyar 1000 éves magyar alkotmányra az esküt, nem koronáztatta meg magát a Szent Koronával, illetve nem koronázták meg, mert nem tette le a koronázási esküt. Tehát 1867-ig, amíg Ferenc József el nem fogadta az alkotmányt, kvázi a Szent Korona tant, nem egyezett ki a nemzettel, nem koronázta meg az esztergomi érsek, addig gyakorlatilag a Szent Koronának a jogai fel voltak függesztve, Ferenc József pedig osztrák császár volt, és nem volt magyar király. 1848. december 2-án lesz Ferenc Józsefből osztrák császár, és attól fogva, amikor 53-ban megtalálják a koronát, akkor a budai várban őrzik. Tehát ott van a korona, de sem a magyar rendet nem akarják, sem Ferenc József nem, hiszen Ferenc József a véres kezű. Tehát ugye hosszú folyamatnak kell eltelni addig, hogy a joviális, öreg, barátságos császárt lássuk benne. Abban az időben több mint 100 embert felakasztatott, köztük az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, gróf Andrássy Gyulát távol létében halálra ítélte, stb. És amikor jön a kiegyezés, egyébként a korabeliek nem kiegyezésnek, hanem egyenlítésnek hívták. 1867 júniusában koronázzák meg Ferenc Józsefet, és egy nagyon érdekes módon, mert másfél hónapon keresztül építik azt a dombot, amelyen majd fel fog ugratni a lován, és a kardjával mind a 4 égtáj felé suhint, jelezvén ezzel, hogy ő megvédi az országot, és minden vármegyéből meghatározott mennyiségű földet hozattattak ide, és ami számomra megkapó volt, hogy világos földjéről is, a világosi fegyverletétel földjéből is tesznek erre a királyi dombra, ezzel is mindegy jelezvén, hogy kiegyeznek, vagy kiegyenlítik azokat a viszonyokat, ami fönnállott. Ugye Deák Ferencnek itt nagy szerepe volt, akit ugye hazabölcseként tisztelünk. És Ferenc József megadta a módját, nem úgy, mint majd később IV. Károly, mert óriási ünnepségek keretében történik meg ez a koronázás. A korona lassan barátkozott meg Ferenc Józseffel. Amikor 1853-ban megtalálják Orsova mellett, akkor hajóval szállítják Pestre. Pesten fogadja Magyarország kormányzója, mert hiszen ex-lex állapot van, Albrecht főherceg, fogadja az esztergomi hercegprímás és más főméltóságok, és a koronát fölmutatják a népnek. Utána Bécsbe vonaton szállítják a hercegprímás kíséretébe, és minden állomáson bemutatják az embereknek, majd Bécsben Ferenc Józsefnek éppen csak, hogy megmutatják, és viszik vissza Budára. 1867-ben pedig a kiegyezés előtt
valóban kellett a koronán egy kicsit javítani, többek között a bélést is ki kellett cserélni, és nagyon érdekes, hogy a bélés cserét egy Pórfi nevű kalapos mester végezte el. Most hát nézzük meg, hogy erről az időszakról mit tudnak nézőink, és aztán újra folytatjuk a korona történetével. Tudja esetleg azt, hogy kit koronáztak meg legutoljára a magyar koronával? Károly, nem tudom, Magyar Károly volt, nem tudom, azt tudom, inkább a felesége után tudom, az Ita királynak a férjéről. Igen, Habsburg Károly volt. Hát negyedik Károlyt. Az Ita királynő. Kikerült a korona 44-ben nyugatra, tehát el volt ásva, nem tudom, évekig, és valahol titokban, és aztán visszakaptuk, amikor még a Kádár idejében valamikor visszakaptuk. Akkori magyar amerikai külügyminiszter hozta vissza. Cruz Vance amerikai külügyminiszter hozta vissza. 1000 éves, ugye? Hát nekünk ez fontos, hogy itt legyen, és mi őrizzük, és hogy mi a miénk legyen. Azt javaslom, hogy a kiegyezés utáni koronatörténettel folytassuk. Ez eseménytelennek tűnik ugye első ránézésre. Békeidőnek és eseménytelennek. Én 1916-ot emelném ki, amikor utoljára koronáztak meg magyar királyt a koronával. Ez decemberben volt, 1916 decemberében 4. Károlyt. Ez már nem volt olyan méltó, sem a személyiség, sem az egész aktus. Ugye csináltak egy koronási dombot, de nem olyan módon, mint Ferenc József idejében, hanem a Szentháromság téren egy egészen picikét, és éppen annyi ideig tartózkodott itt 4. Károly, hogy megkoronázzák, és utána rögtön elhagyta a Magyarország területét. 18-19-ben tulajdonképpen a koronát nem fenyegette igazi veszély. Tehát Károlyék kimondták a köztársaságot, majd utána, tehát 18. november 18-án, majd kimondták 19. március 21-én a tanácsköztársaságot, és a koronát úgy tekintették, hogy félre lehet tenni. Ebből az időszakból az maradt még fenn, amit aztán nem sikerült igazolni, hogy egy müncheni régiség kereskedőnek akarta Kumbéla 100 000 franér eladni, de hogy ez valóban így történt, azt nem tudjuk. Minden esetre a korona átvészelte a Károlyi kormányt és a tanácsköztársaságot, és fizikailag sem sérült. De azt megcsinálták, hogy a Hősök terén, ugye a honfoglaló törzsek vezetőit és a királyokat ilyen vörös lepellel leborították, tehát hogy ne is lássák ezeket. Alkotmányjogilag nézve a korona jogai szüneteltek 1849 és 67 között. Ugyanígy szüneteltek, tehát megszakadt a jogfolytonosság Károlyi Mihály és a tanácsköztársaság alatt is, és a 920-as törvények tulajdonképpen a jogfolytonosságot állították helyre, olyannyira, hogy például a bíróságok 1930-tól a Szent Korona nevében hirdettek ítéletet. Tehát azt tapasztalhatjuk, hogy rövid 80-90 év alatt kétszer is megszakadt a korona jogfolytonossága, illetve a magyar jogfolytonosság, de mind a kétszer a törvény erejénél fogva visszaállították. Amikor 43-ban már veszélyeztetett Budapest és a vár is a bombázások miatt, illetve 44. március 19-e után a német megszállás következik be, akkor a koronát a királyi várból leviszik a királyi vár bombabiztos alaksorába. Amikor ott is bizonytalanná válik a helyzet, Veszprémbe viszik, a Nemzeti Bank értékeivel együtt őrzik egy mészkőbarlangban, majd amikor a Szálasi pucs megtörténik, és Szálasi a korona előtt akarja letenni az esküt, akkor felhozzák, de vissza is viszik. De a koronának aztán az lett a sorsa, hogy
Perényi Zsigmond a másik koronaőr, és Radvánszki is elmaradt a korona mellől menet közbe, és Pajtás nevű ezredesre bízták, aki a koronával, illetve a koronához tartozó többi kincsel tovább vitte, tovább vonult vissza az orosz hadsereg elől, a szovjet hadsereg elől egészen Mácéig. Ott megkérte a helybeli plébánost, hogy segítsen elrejteni, de a helybeli plébános csak a Szent Jobb és a Palást őrzésére vállalkozott, amit 45. június környékén vissza is adtak. Akkor megpróbálták a koronát és a fémeket olyan formában elásni, hogy egy benzines hordót ketté vágtak, belerakták a fémtárgyakat, a Szent Koronát, jogart, majd összetolták a benzines tartályt, és úgy ásták el, de aztán az amerikai csapatoknak átadták. Amikor átadták Pajtás ezredesék a koronát az amerikai hadseregnek, ők Frankfurtba szállították a Reichsbank, Deutsche Reichsbank helyi épületébe, ott őrizték, majd átvitték Fort Knoxba, az Amerikai Egyesült Államokból az amerikai aranytartalékokat is őrizték. És utána egy nagyon hosszú idő telt el, rendkívüli titkolózás közepette, amikor a koronáról nagyon keveset tudtunk. Nem tudom, hogyha orosz kézre kerül, akkor mi történt volna vele. Az amerikaiak azt mondják, hogy ez nem hadizsákmány, ami nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy hadizsákmány, akkor az övék, és így rendelkeznek vele, hanem egy különleges tárgy, amit ideiglenesen megőrzés tárgyává tesznek. És már Nagy Ferenc is, amikor 46-ban a béke tárgyalások miatt Washingtonba jár, már akkor felveti, hogy vissza kéne adni a koronát. Nemet mondanak, hát aztán tudjuk, hogy Nagy Ferenc a miniszterelnök ugye emigrációban kényszerül, és a következő, ami nagyon jelentős, és a szakirodalomban is nagyon jelentős tanulmányok foglalkoznak vele, ez az úgynevezett standard per, ami 1949-ben robban ki. Az ott dolgozó alkalmazottak közül van egy Robert Fogeler nevezetű amerikai tisztségviselő is, akit letartóztatnak. És 1950. szeptemberében, szeptember 11-én pontosan, a Rákosi ír egy levelet, amiben a konzulátusokról, tehát különböző dolgokról beszél, de azt mondja, hogyha azt akarják, hogy ez a Fogeler úr ez szabad lábra kerüljön, akkor adják vissza érte a Szent Koronát. Na most hát az amerikaiaknak eszük ágában sincsen, mégis ennek ellenére 17 hónap múlva a különböző alkutárgyán a Fogeler kiszabadul, és azt nagyon kevesen tudják, hogy nem tudják, hogy hol van a korona. És csak 1953-ba kerül az Amerikai Egyesült Államokban, mint ahogy a professzor úr említette, Fort Knoxba, és hát 53-tól folyamatosan zajlanak a diplomáciai tárgyalások arra vonatkozólag, hogy ezt a koronát visszaadják. Azonban a nyugaton élő magyar emigráció az nem akarja, hogy egy megszállás alatt lévő nem szuverén állam visszakapja a koronát, hiszen a korona a magyar szuverenitásnak is a jelképe volt. És amikor majd visszahagyják a koronát, akkor is nagyon megosztott volt az emigrációnak a tábora, hogy helyesen cselekszik-e az Amerikai Egyesült Államok, amikor úgy dönt, hogy visszaadja a koronát. Ráadásul, amikor végül is hosszú tárgyalások után úgy döntenek, hogy kapja vissza a Kádár rezsim a magyar Szent Koronát és a hozzátartozó erekéket, a bejelentés napja az 1977. november 4-e. Tehát az 56-os forradalom eltiprásának, végső eltiprásának a napja. Nagyon lényeges dolog volt, hogy az amerikaiak valóban különleges tárgyként vették át, tehát nem a hadizsákmány részét képezte,
az eredeti angol kifejezése jegyzőkönyvből az volt, hogy property of special status, tehát egy különleges státusban lévő tárgy. A korona akkor már világszerte ismert volt, hiszen 1896-ban a milléniumi ünnepségeken nagyon sok uralkodó miniszterelnök, államfő vett részt, és akkor ünnepélyesen felvitték a királyi várból az országház épületébe a koronát, és az ezer éves évfordulót a korona jelenlétében ünnepelte az országgyűlés. Egészen a kongresszusig elment a vita, amikor 77 őszén a Carter adminisztráció arra a véleményre kezdett jutni, hogy visszaadják a koronát. Interpellálták Cartert is, képviselői lobbik mozdultak meg ebben az ügyben, de végül is a Carter kormányzat amellett maradt, hogy visszaadják a koronát, amit Cyrus Vance amerikai külügyminiszter hozott, nagyon jól emlékszem, a TV közvetítésre, és adott át 78. január 6-án a magyar népnek. Ez nagyon, fontos. Ez igen. Nagyon lényeges dolog, tehát a magyar állami szuverenitást képviselő szent koronát a magyar népnek adták át. És kikötötték, hogy Kádár János nem lehet jelen, és ezért egy háromtagú bizottság volt a kormányzat részéről ott, a Lázár György, aki akkor volt miniszterelnök, Acél György, ugye, mint a kultusz, művelődési kultúra képviselője, és Apró Antal, aki formálisan aláírta, hogy átvette a koronát. Két dolgot hangsúlyoztak, hogy nem a magyar államnak, nem a megszállt magyar államnak, hanem a magyar népnek adják vissza, és arra is kötelezték a magyarokat, hogy állítsák ki a koronát. 1999. decemberében hoztak egy olyan törvényt, hogy 2000-től már a törvényhozás épületében, a parlamentben őrizzék. Ez egy nagyon szép és nemes, érdemes elolvasni ezt a törvényt, hogy mit tartalmaz. Én fontosnak tartom, mert a korona az mindig is a magyar nemzet önazonosság tudatát jelképezi, független attól, hogy 1946-ban a népet nem megkérdezvén, hanem közfelkiáltással, ugye köztársaság lett Magyarország, ellentétben mondjuk más nemzetekkel, mondjuk olaszokkal, bolgárokkal, ahol népszavazást tartottak arról, hogy milyen államformában szeretnének élni, de a köztársaságban is egy mágikus erővel bíró tárgy. A Szent Korona sorsa rendkívül hányattatott volt, mint ahogy a magyar nemzeté is, sőt legtöbbször a nemzet és a korona hányattatása egybeesett. Nagyon lényeges az, hogy a koronának a közjogi állapotát mindig a magyar nemzet minden ex-lex állapot után helyreállította, és az én véleményem az, hogy nem királysághoz kötött a korona, hiszen itt egy eszméről van szó, nem egy tárgyról, amit persze egy tárgy személyesít meg. Itt arról van szó, hogy a hatalom megosztásnak és a birtokoknak, a területnek, a állami bevételeknek, tehát mindennek a legfőbb hatalma a korona, és ez ugyanúgy a király és a nemzet közötti erőegyensúlyt szolgálta, mint ahogy én elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a miniszterelnök, az országgyűlés és a nemzet egységét jelképezze. Köszönöm a beszélgetést, és most nézzük meg, hogy a következő adásban mivel foglalkozunk. A következő adásban a magyar korona, a magyar szent korona közjogi státuszáról fogunk beszélni. Összekeveredik benne a realitás és a hit ereje. Korabeli időkben a magyar szent koronát tartották a magyar államiság eszenciájának. Ezt a tézist sokan
és sokfelől támadják, mégis vannak olyan tudósok, szakemberek, és az egyszerű nép fiai is, akik ebben azonosulni tudnak. Nemzeti nagyvizitát a következő héten is lesz, szombaton délelőtt láthatják a műsor ismétlését az M1-en, rádiós testvérműsorunk pedig vasárnap délután 13:30-kor jelentkezik a Kossuthon. Viszontlátásra!